Október második szombatja, mint a kiskörösi kakaspörkölt főzőfesztivál napja, mostanra beírta magát nem csak városunk, de a megye fesztivál programjai közé is. A harmadik legnagyobb fesztiválja Kiskörösnek, de a kakasfőzőnek van ennél egy sokkal nagyobb értéke, mint a szüreti fesztivál és mint a városi napok, márpedig az, hogy civil szerveződés. És ezt én rendkívüli módon jónak tartom és sokra értékelem, hiszen az itt lévő csapatok, ezek mind a kiskörösi vállalkozások, vagy a kiskörösön működő vállalkozások jelennek meg, és mostanra eljutottunk oda így a 8. Kakasfőző Fesztiválon, hogy fontosnak érzik, hogy eljöjjenek. És rendkívül jó üzenet ez a városnak, jó üzenet a kiskörösieknek, és jó üzenet a szervezőknek is, hogy amit csináltak, az nagyon jó. Nem a megmérettetés volt a legfontosabb ezen a napon, de a szórakozás mellett a csapatok nem feledkeztek meg arról sem, hogy ez egy verseny. Nem csak a pörkölteket és szárnyas húsleveseket értékelte a zsűri, de a sátrak őszi díszítését és a csapatok hangulatát is. Én már nagyon régóta zsűrizgetek, még Zánkán a 90-es években, minden évben halfőző versenyeken, meg úgy ország, tehát sok régóta zsűrizek, és most úgy gondoltuk, mindig arról volt szó, hogy ez egy buli. Nem nagyon kell zsűrizgetni, ez egy baráti társaság, érezzük jó magukat, és a végén, mikor megvan a zsűrizés, akkor mondják, hogy nem érezték elég komolynak a zsűrizést. És akkor most úgy döntöttem, hogy akkor csinálok egy zsűrilapot, mindenkivel megbeszéltük a zsűri tagokkal, hogy akkor ezeket pontozzuk, és most mindegy, hogy ez koma, sógor, jó barát, mindenkit ki, hogy érzi a zsűri tagok közül, úgy pontozzuk, tehát teljesen egy nagyon, nem azt mondom, nagyon komoly, nagyon szigorú, mert az végig csak egy buli, de szerintem most egy színvonalasabb zsűrizés lesz, mint idáig volt. Már tavaly is szóba került, hogy a fesztivál kinőtte a szabadidőparkot, idén már egy gombos tűt sem lehetett lejteni. Annyi csapat és résztvevő volt kíváncsi az idei fesztiválra. Nagyon nagy száma versenyzőknek meg van győződve, hogy nagyon jót fog főzni, nyerni is fog, de nagyon sokan azt mondták, hogy nem is erről szól a dolog, hogy most első háromba vagy valamilyen díjban részesülni szeretne, egyszerűen csak részt venni, jó érezni magát, és a vendégei számára egy olyan ragyogó alkalmat nyújtani, hogy emlékezetes maradjon ezen a szép őszi napon. Idén a 72 főzőcsapat mintegy 120 bogrács pörkölt el és 18 fazék levessel nevezett a versenyre, ahol 1142 kg kakashúst fogyasztott el a közel 2000 ember. Tavaly már készültünk, de nagyon későn kaptunk kézbe. Idén időbe jelentkeztünk, és itt leszünk legalább 30-as létszámmal. Nagyon jó csapat vagyunk, nagyon összetartó, és itt leszünk, és győzni szeretnénk. A szakácsunk, kolléganőnk férje, aki gyakran főz bográcsba, az ő receptje, amit mi nem ismerünk. Tavaly osztálytalálkozóval indítottuk mi ezt a kakasfőzős részvételt, idén folytattuk, nagy sikere volt, reggel már rángos sütöttünk, Takács Pétyi az egyik osztálytársunk, aki a pörköltnek a felelőse, férjem pedig a leves, húsgombóc levest készíti el. A fesztivál nem csak a főzőcsapatoknak és a vendégeknek okozott remek perceket, kiváló családi program is volt, hiszen a szervezők a gyerekekre is gondoltak, akiknek lehetőségük volt légvárakban ugrálni és csúszdázni, valamint különféle ügyességi játékokban kipróbálni magukat. Mint az elmúlt években mindig, idén is helyi fellépők Nani és Lali, a Szivárvány Néptánc Együttes, az Evangélikus Fúvós Zenekar, a Szürke Verebek Jazzbandája, a Music Story, a Monseries, valamint a Sandwich Zenekar gondoskodott a jó hangulatról. Bár nem az eredmény volt a fontos a résztvevő csapatoknak, azért a díjaknak mindenki nagyon örült. A zsűri a leves kategória aranytallér díját a Malom Darts csapatának, a pörkölt kategória aranykukori díját pedig a Kunság Média Nonprofit Kft. Csapatának ítélte oda.